Magyar Bálint szociológus, a vendégünk volt, SZDSZ-es politikus. Hát mindkét formájában kérdezem, jó reggelt kívánok. Hát egyfelől hozott valami anyagot, ami mindig... Ez nem az, csak egy más. Akartam kérdezni, hogy ez már... Ez Simicska Lajos eltűnt dossziéje, vagy Orbán Viktor megkerült dossziéje, egyik se. De hát rengeteg dossziéről beszélgetett szerintem pályafutása során, mert hogy ez egy 25 éve az asztalon lévő kérdés, nyilván előtte is egy kicsit más összefüggésben, hogy ezek a megfigyelési ügyek, ezek miért maradnak kibontatlanul, miért lehet állandóan revolverezni embereket vele, vagy miért jobb ez így, mint ahogy Surján László az imént elmondta Antal József véleményét, hogy ahogy Antal József hajdanában fogalmazott, nem lesznek nyertesei és vesztesei ennek a történetnek. Van itt egyáltalán nyertes? Vagy lehet ebből nyertes? Az érv, hogy bizonyos iratok eltűntek, azok, én azt hiszem, kicsit túlértékelt megállapítások, jóval több van meg, mint amennyit feltételeznek, csak nem jutunk mai napig hozzá ezekhez az iratokhoz, és ráadásul az eltűnések nem kifejezetten csak a 90 előtti, tehát 89-es, 90-es időszakra vonatkoznak, hanem az első Antal kormány idején is kezdődtek iratmegsemmisítések, és ezzel foglalkozó... Ez bizonyított, vagy feltételezés? Nem feltételezés, ezt az a bizottság, amit Kennedy János vezetett, azok elég világosan bizonyították. Kinek azt, a parancsára tűntették hogy, ott el? Hát a parancsot én nem tudom, nem ismerem milyen részletesen, de lényegében tűntek el, folytatódtak az iratmegsemmisítések a 90-es évek elején. De hát az Boros Péter időszaka, pont annak a Boros Péternek az időszaka, aki most azt mondja, hogy ő látta Orbán Viktor dossziéját. Igen. A következő kérdés az az, hogy miért állt ellen 21 néhány éven keresztül egészen a mai napig az MDF, a KDNP, a Fidesz és az MSZP annak, hogy ezekhez az adatokhoz hozzá lehessen jutni. Ennek az egyik oka az érintettség, a másik oka pedig, hogy zsarolják a politikai szereplőket, és ilyen eszközzel használják ezt az irattárat. De hát annyian vannak a politikában az ügy által érintett szereplők, hogy ez egy nagyon komoly zsarolási potenciál, mind a mai napig. A politikában vannak. Én is a parlamentben, amikor ültem, akkor az egykori demokratikus ellenzék tagjai ott láttak és azonosítottak egyébként olyan hát informátorokat, besugókat, akik annak idején a mi időnkben a demokratikus ellenzékre dolgoztak. És hol ültek ők? Tessék? Hol ültek ők? Melyik? A Patkóban. Hát nem az SZDSZ-ben. Tehát ez világos. Ősi Mátyás tegnap azt mondta ugyanerről a dologról, hogy hát pontosan név szerint tudták, hogy ki az érintett és ki nem különböző frakciókban. Egyetlen egy párt volt az SZDSZ, amelynek a felső rétege nem volt érintett ezáltal. Az, hogy természetesen minden pártba próbáltak beépíteni ügynököket, ez egy ügy, különböző alsó szinteken, vagy ilyesmi, de az, hogy intakt legyen egy vezetés, mondjuk a demokratikus ellenzék, amiből kinőtt az SZDSZ, ez teljesen világos, nem tudott volna működni egyébként egy évtizeden át konspiratív körülmények között a demokratikus ellenzék, hogyha a felső szintje az ügynökökkel el lett volna rossz, és ez nem volt. Ezért volt egyébként többek között az SZDSZ nyíltan is az iratok tisztázása azt mellett. Azt tudja, hogy most mindenkit az érdekel, hogy Magyar Bálint megmondja-e, hogy Orbán Viktor ügynök volt-e vagy sem? Jelentette vagy sem? Én ezt nem tudom megmondani, de mondjuk amit anyagot hoztam, azt hagyd mondjam el, hogy ez milyen példa és mennyire jellemző a magyar helyzetre. Ez körülbelül egy 70 oldalnyi anyag, amelyet egykori NDK-s német barátaim már a rendszerváltás után kértek ki a Stázitól. Ez tartalmazza a 80 és 84 közti találkozásainkat, akkori keletnémetekkel, nyugatnémetekkel és magyarok, mert sokszor itt találkoztak, illetve miként. Egy ilyen tisztességes operatív anyag az úgy készül, hogy először is német és orosz nyelven. Egy operatív akció az úgy néz... Hát az elvtársak nem tudnak mind németül. Hát az elvtársak mind nem tudnak De hát a Varsói szerződésen belül az orosz volt a... A magyar is így készült, a magyar anyag is? Azt én nem tudom, a magyar anyagok a saját magunk számára nem. Ez egy nemzetközi együttműködés keretében készült anyag, amiben egy operatív jelentés az úgy néz ki, egy akció, nem egy besúgóknak a jelentései, amelyek ilyen agyal megbízhatóan, hogy... Óráról órára, percről percre akciók le vannak írva, hogy ekkor ezt csinálta, akkor azt csinálta, másnap ezt a megfigyelés alapján. Fényképek készülnek róla, amit csatolnak. Itt vagyok a német barátom a Jénában, itt vagyok Kardos András barátommal a pályaudvaron, és ezt csatolják. Elküldik kölcsönösen magyaroknak, de ezt az anyagot,
amit egyébként a levelezésből kiderül, hogy egy jelentős része Magyarországon készül, onnan származott, jelentős része akkori NDK-ban, vagy egymásnak megküldözgetik, ezt itt soha nem kaphattam meg. Ezt a német barátaimtól kaptam meg, akik a Stázi anyagai között ezt megtalálták, és saját magukra vonatkozó anyagot, és elküldték. Tehát a lényeg az, hogy hiába kértük, hiába követeltük azt, hogy az operatív jelentésekhez, akciókhoz hozzá lehessen férni, nem lehet hozzáférni. Nem lehet hozzáférni a lehallgatott telefonhívásainkhoz, az adott esetben készült film vagy fényképfelvételekhez, az operatív akciókhoz, és azokhoz sem lehet hozzáférni, amelyekről adott esetben visszaemlékezéseket írnak operatív tisztek. A szégyen a dologban ez. A szégyen az, hogy nem lehetett eljutni ide, és akármilyen botrány tört ki az elmúlt 20-24 év során, az sem volt elegendő arra, hogy ebben áttörést érjen el. De azt is értjük, hogy például ehhez miért nem? Tehát, hogyha valaki elmegy és saját magáról anyagot kér, akkor valamit kap. Igen, szűrt anyagot kapunk. Azt, amit akarnak adni? Azt természetesen, és miután nem világos, hogy mi az, amit titkosíthatnak. Nincs egy független szervezet, amely a titkosításokat fölül tudja bírálni. Már abszurdnak tartom azt a helyzetet, hogy 25 évvel a rendszerváltás után, 25 évvel ezelőtti bármilyen anyag titkos minősítéssel rendelkezzen. Hát és akkor most a konkrét ügyről két mondatot, vagy lehet, hogy többet. Ezt a dossziét, amit most mutatott, ezt ugye Németországból kapta. Simicska is azt mondja, hogy neki volt egy dossziéja a katonaság idején, amit akkor ott egy katonatiszt, elhárító tiszt gyakorlatilag megmutatott neki. És az most már nincsen meg. Ez elképzelhető? Természetesen elképzelhető. De elképzelhető Moszkvában de van? De hagyd mondjam azt, hogy mondjuk én végül is kaptam a saját történetemről kb. 400 oldalnyi besugói jelentést. Demszki Gábor hodosározza kb. 2000 oldalnyi besugói jelentést. El tudja képzelni azt, hogy operatív akciók nincsenek, miközben informátorok zagyválása lényegében 2000 oldalban vagy 400 oldalban rendelkezésre áll, és más típusú anyagokat nem kapunk. Hát mindenhogy kell, hogy legyen anyag, mert hogy magától Orbán Viktortól, illetve Léva Janikótól lehet tudni azt Orbán Viktor feleségétől, hogy rájuk dolgozott az elhárítása, úgy tetszik. Tehát, hogy ők tudtak arról, hogy őket megfigyelik. Ha őket megfigyelték, akkor az szintén egy paksaméta. Igen, de hát olyan nagyon aktívak nem lehettek akkor is másképpen, hogy attól függ, mikor figyelték meg, és hogy most nem a 89-es időszakról beszélek. De egyébként érdemes lenne néhány szót szólni arra, hogy a katonaságnál hogyan nézett ki egyébként a titkosszolgálat működése. 71 és 72 között voltam a Hódmezővásárhelyen bölcsészszázadban, előfelvettek között 11 hónapig katona. Egy véletlen folytán sikerült nekünk másfél hónap alatt néhányunknak ott leleplezni gyakorlatilag a teljes elhárító hálózatot, amit kiépítettek. Két hullámban történtek a kiépítések. Úgy működött ez eredetileg, hogy egy külön épületben volt elhelyezve négy intézmény. A könyvtár, a gyengélkedő, az elhárítás és a nyomozó részlege az ezrednek. Azért kellett egy épületbe elkülönítve tenni, mert ahhoz, hogy egy katona a laktanyában legitim módon mozogni tudjon, elhagyhatja a századát, ahhoz valami ürügy kellett, amivel nem lepleződik le a társai előtt. Tehát lehet adott esetben könyvtárba menni, de a leglényegesebb az, hogy a gyengélkedőre, hogy valamilyen fáj, bármikor elmehet ezzel az ürüggyel, és a gyengélkedő épületében működött az elhárítás. Na most a leleplezés azt tette lehetővé, hogy a folyamat úgy indult a szeptemberi bevonulás után, hogy szeptember végén lejött Budapestről egy fiatal, egyébként szimpatikus hadnagy, és nálunk a század kb. Kétharmadával előszűrésszerűen elbeszélgetett. Utána, köztük velem is egyébként, utána eldöntötték, hogy szerintük kik lehetnek alkalmasak arra, hogy beszervezzék őket. Ebben már nem voltam benne. Ezeket behívták a gyengélkedőre. Ezzel elmehettek legitimen a századuktól, úgyhogy ne keltsen gyanút, és ott már természetesen a gyengélkedőn az elhárító tiszttel beszélhettek. Ilyenkor zsaroltak, vagy ígértek? Mind a kettő az elején. Az gyengélkedő felépítése is szimbolikus. Egy alezredes valódi orvos, aki Hódmezővásári kórházban is dolgozott, azóta főnöke. Őrnagyként az elhárító tiszt felcser volt,
századosként a nyomozótiszt felcser volt, és volt egy fél évre újra berántott, egyetem után berántott a orvos, aki tényleges orvos volt, hogy legalább egy engékedő legyen egy orvos. Legyen egy orvos. Így van, a többiek csak az elhárító tiszt, meg a nyomozótiszt csak a zöld port vagy a sárga port szórta a különböző testrészekre, ha valami probléma volt. Na most ennek fényében ismeri, hogy zajlott ez Hajdanában a katonaságnál, amit Simicska Lajos elmondott, annak hitelt ad, vagy hagymázas mese? Lehetséges, hogy így van, és lehetséges, hogy nem. De ebből a történetből nem tudja megállapítani, hogy frankó-e a dolog, ahogy én azt láttuk egyébként, mert egy srác, akit beszerveztek, kiugrott, hogy ez úgy történt, hogy behívták ezeket a gyerekeket a gyengelkedőre, és ott egy hét leforgása alatt, hogyha az ezred elhárító tiszt aláírása kétszer szerepelt a gyengélkedő könyvben, akkor az azt jelentette októberben egy meghatározott időpontban, hogy azokat beszervezték. Akkor katonaként, friss katonaként végignéztem a teljes zászló a gyengélkedő könyveit, ezt nevezem szociológiai vizsgálatnak, és ott kigyűjtöttem ezeket az adatokat. Lényegében az volt a teszt, hogy minden szakaszban, ami egy hálókörletet jelentett, volt egy, legalább egy, de csak egyetlen egy beszervezett ember, aki abban az időben, azon az egy héten kétszer rendelkezett az ezred elhárító tiszt aláírásával. Ez volt az első hullám, de ezeknek egy része kikopott egy év alatt, mert nem bírták a nyomást, egy része feladta magát a társa előtt, és így tovább. És a második beszervezési hullám, ami aztán nyílt zsarolással ment, sokkal inkább, mint az előző, az a leszerelést megelőző 3-4 hónapban kezdődött, az egyetemre szervezték be a besúgókat, ahol ezek BM ösztöndíjasok voltak, ott az különböző csoportok, tehát oktatási csoportok, ami 10-15 főből álltak, azokban mindegyikben volt egy BM ösztöndíjas, akik ezért ösztöndíjat kaptak, ők voltak a besúgók. Ezeknek egy részét is ismertük azután. Tehát én nekem még mindig megvan az a cetlim, amire annak idején 71 októberében fölírtam magamnak, hogy kik szerepeltek abban a gyengélkedő könyvben, és azok közül átmentem a egykori fazekasos iskolatársaimhoz, a matekosokhoz, akik a TTK századhoz tartoztak, ők az első században voltak, a második, és ott elmondtam nekik, hogy náluk ki szerepel azon a listán, akik közül, mondom, volt olyan, aki aztán a század előtt jó néhány hónappal később bevallotta az egészet. Ismert emberek is komoly karriert futottak be, és azóta is nem, de ezt én nem is használtam soha, mert azért azt meg kell érteni, hogy 18-19 éves gyerekeket bevisznek a hadsereghez, és megpróbálják bezsarolni őket. Nehéz ennek ellenállni, és nehéz ez alól kibújni. Rengeteg tragédia származott ebből később is. Egy dolgot tudunk, hogy Orbán Viktor, azt nem tudjuk, hogy BM ösztöndíjas volt, de azt tudjuk, hogy Soros ösztöndíjas. Ez egy másik történet. Arra most nem térünk ki külön. Köszönöm szépen, hogy eljött, és meséltünk erről a korról.